Az egér és az alma. Apró kis egérke talált egy nagy almát, ezzel legyőzheti éhsége hatalmát. Néhány napig jó lesz az alma ebédre, minden nap jól lakik végre az egérke. Büszkén gurította hazafelé futva, ám a kerek alma nem fért be a lyukba. Kicsi volt a nyílás, hatalmas az alma. Apróra szétrágni mikor lesz alkalma? Mert a macska les rá, kint lenni veszélyes, mikor a fenevad egér húsra éhes. Ám ha segítséget kér más egerektől, osztozni is illik, s fogy az alma egyből. Mit lehet hát tenni? Ezen gondolkodott, s közben megéhezett, hát hozzá is fogott. Így az alma héját körbe mind lerágta, így már betolhatta apró odujába. Csak hogy az egérjük megtelt az almával, egérke kint maradt a riadalmával. Jó, az alma megvan, de ő hol fog lakni? Hol fog az almával kettesben maradni? Aztán jött egy ötlet. Az jutott eszébe. Nem túl messze lakott egy kedves egérke, aki tetszett neki, kit szívesen látna. Úgy döntött, elhívja alma vacsorára. Fel is kerekedett, már a szíve hajtja, másik egérjukat rejt a szomszéd pajta. Az egérlányzó ott lakott magában, várta a hercegét egérpalotában. Egerünk sem volt rest, bekopogott szépen, szép szerelem loppant apró kis szívében. Ha az egérlányka ezt majd viszonozza, esküvőjük napját még közelebb hozza. Ha egy szív felizzik, azaz lángra lobban. Jobb, ha érzéseit nem tartja titokban. Jött hát a lány kérés, az egyenes beszéd. Egerekhez méltón megkérte a kezét. Így lett hát valóság a kettejük álma, meg is volt a lagzi nagyon gyorsan, már ma. Vajon mi lett volna, ha nincs az az alma? Győzött volna úgyis a szerelem hatalma? Így e naptól kezdve a lánykánál laktak, almát enni pedig gyakran átszaladtak, és ha az almából egy darab még volna, talán ez a mese sokkal tovább szólna.